Számomra egy nagyon nagy élményhelyszínen vagyunk, hogy végre eljutottunk ide a Hajnalcsillagtanodába. Nagyon-nagyon szép élmény látni már az, pedig még csak belecsöppentünk, tehát még olyan nem láttunk bele, hogy öleléssel üdvözlik egymást, már a gyerekek is, ami az egyik legfontosabb szeretetnyelv. Hogyan sikerül ezt elérni náluk? Milyen ugye, óriási munka van a Hajnalcsillagtanoda létrejöttében is? De elsősorban azt kérdezném meg, hogy a te hitedben mi volt az első lépés, hogy ennyire mára-már Istenre tudsz hagyatkozni, támaszkodni? Hát a kérdésben benne van a válasz. Igazából a mi tanodánknak ez a titka. Az Istennel való kapcsolatunk és az Isten szeretete. Tehát úgy tudjuk egymást így befogadni, így elfogadni, aminek ez az ölelés valóban egy nagyon szép kifejező motívuma, hogyha áttértük azt, hogy az Isten is ugyanígy áttölel bennünket. Saját akarásunkból, saját szeretetünk az ehhez nagyon kevés lenne. Mindig is mondom kollégáimnak, önkénteseknek, hogy erőn feletti az az út, amelyre az Úristen bennünket elindított, de nagyon szép. Nem egy ilyen sikertörténet, amilyen 2019-ben kezdődött a mi tanodai szolgálatunk, és azóta a 6 munkatárssal végezzük itt Kecskeméten ezt a szolgálatot, ami nem egyedülálló, hisz például a református tanodahálózatban működünk, és itt 13 tanoda van Magyarországon, akiket egy budapesti központ koordinál, és így próbáljuk a mi cigánymissziós szolgálatunkat ezen a tanodán keresztül is megélni. Tehát az Isten szeretete. Engem az Úristen annyira szeretett, hogy egy egész családba tett, és együtt van apukám, anyukám azóta is, és ebben a szeretetben nőttem föl, ők tanítottak engem imádkozni, templomba járni, és mégis 18-19 éves voltam, amikor először úgy igazán átéreztem, hogy mit jelent az, hogy szeret engem az Isten. És akkor úgy megérintett engem ezzel, hogy személyesen átélhettem, hogy ő tényleg értem halt meg, és értem él azóta is, az ő lelke által bennem, hogy ezt nem lehetett magamba tartani. És akkor indultam el, még akkor a rendszerváltás előtt döntöttem el, hogy tanító leszek, és azután pedig a rendszerváltással a hitoktatóképző indult, és akkor az első évfolyamban végeztem hitoktatóként. Sokáig a református egyházi általános iskolában szolgáltam, és a református gyülekezetben, és a cigányság felé az Úristen egy egész különleges utat mutatott nekem, hisz ott nem sok cigány ember van még, se az egyházi iskolákban, se pedig a gyülekezeteinkben, de mégis úgy látom és tapasztalom, hallva akár tévéből, akár rádióban megtért hívő cigány embereknek a történeteit, bizonyságtételét, hogy az Úristen hatalmas változásokat tud bármelyik ember életébe tenni, amikor átformálja a szívét, életét, de talán a cigányság, akiknek olyan impulzív az életük, tehát önálluk ez még sokkal látványosabb. És nagyon sok cigány testvérem van azóta is, itt a szolgálatban is, akikkel együtt megélni, hogy egymásért vagyunk. És az, ami a világban a félelem és az ellenségeskedés, az előítéletek és a sztereotípiák, ez az Isten szeretetében és az Isten szívén ez megszűnik. Tehát itt nem ez lesz a lényeg, hanem az, hogy mindannyian ugyanolyanok vagyunk az Isten szemében. A Hajnalcsillagtanoda létrejötte is, tehát ez egy elhívás volt, az egyértelmű. Mik voltak még ezek a jelek, amire azt mondhatjuk, hogy Isten lelke szólított erre téged, benneteket, hogy ezt a szolgálatot végezzétek? Ez korábbra nyúlik vissza, hisz a reformátusok itt Kecskeméten évek óta kijártak a Mezei utcára, ilyen nyári táborokat szerveztek, gyerektáborokat, ahol nem csak bibliai történeteket mondtak, vagy mondtunk nekik, hanem jól megetettük őket, mert igazából a teli has a legjobb út azután az evangéliumhoz,
És akkor ezen keresztül indult ez a cigány misszió itt Kecskeméten, de ez csak egy-egy ilyen nyári program volt, utána pedig baba-mama klubok alakultak, és amikor ezek a gyerekek, akik az anyukájukkal jártak szerdánként ilyen baba-mama körbe, ők növekedtek, és akkor jött ez a gondolat, és nyílt ez a kapu. Ezt mondhatnánk úgy, hogy véletlen, vagy magától, Reményék azt mondja, hogy ez a magától az a kegyelem. Tehát, hogy pont akkor és pont úgy, amikor 2019-ben lehetőség volt arra, hogy én már hivatalos formában is tanodaként elindulhasson. Ezt a házat, ez is egy jelképes dolog, ingatlan sokáig keresték a kecskeméti reformátusok, hogy hol kellene megvenni. Ez éppen itt a szegregátum vagy szegregálódó terület határán húzódik, itt a Műkerti sétányon ez a kocsma épület, amit kocsmaként működött nagyon sokáig, aztán bezárták, elhagyott üres épület volt, és erre találtak rá a kecskeméti reformátusok, és ezt vették meg cigánymissziós központnak, és azóta is így működik, az első két helyiség tanodaként, itt hátul pedig így a cigánymissziós programokra szoktuk a hátsó részt és az udvart használni. Tehát így indult a mi tanodánk, ami egy egyedülálló így itt a megyében is, tehát inkább Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl, ahol a többi tanoda működik így református kötődésben. De én azt gondolom, hogy egy megyei jogú városban legalább annyira fontos a cigánysággal, a leszakadó társadalmi rétegekkel foglalkozni, és itt is vannak olyan nyomorúságos helyzetben élő gyerekek és családok, akik mellett nem mehetünk el. Tehát, hogyha mi az irgalmas samaritánus példáját nézzük, akkor senki mellett nem mehetünk el, úgyhogy hogy érzéketlenül, vagy hogy ez nem ránk tartozik. Ők is ránk tartoznak, és nekik is legalább annyira szükségük van, hogy átérezzék az Isten ölelő szeretetét. A tanoda betűit próbáltuk megnevezni. A T az elsősorban a tudás, amihez ugye a tanuláson keresztül vezet az út, de itt nem a leckék, nem a házi feladatokat próbáljuk mi bepótolni, azt is természetesen, de inkább az életre valóságot. Tehát azt, hogy ezek a gyerekek, amit esetleg nem, vagy nem úgy kaptak meg otthon, ahogy nincsenek olyan példák az életükben, ezt próbáljuk mi itt a szívünkkel, a nevelésünkkel, az önkéntes pedagógusainkkal és középiskolásainkkal, gyülekezeti tagokkal együtt a szívünkkel úgy szeretni őket és nevelni, hogy olyan tudásra tegyenek szert, ami őket tovább segíti majd, tehát az életre tanítjuk őket. A második a tanodában az A betű, az az alkotást jelenti. A cigányság nagyon kreatív, nem csak a színvilágukban, hanem a zenéjükben is, tehát ez erre csak rácsodálkozni lehet folyamatosan, és ebben erősíteni őket, az ő értékeiket, az ő identitásukat, próbáljuk őket visszatanítani cigánytáncokra, cigány nyelvre, hogy ez nem egy szitok szó cigánynak lenni, nem egy letagadni való dolog, vagy szégyelni való, hanem igenis őket ugyanúgy ezekkel az értékeikkel az Úristen szereti, nagyon szereti. És ezért az A az alkotás. Ez a kreativitás megmutatkozik a zenében, tehát hogy énekelünk, zenélni tanítjuk őket, azon kívül pedig a rajzolás, a festés, a kreativitás, és kreatív klubot működtetünk, festünk a gyerekekkel, amit nagyon élveznek és szeretnek. T-A, utána jön az N. Az N az a nevetést jelenti, hisz a tanodában a humorra nagy szükségünk van, mint az életben amúgy is, de sokszor olyan nyomorúságos, nehéz terheket cipelnek ezek a gyerekek, akik bejönnek hozzánk, és az, hogyha sikerül mosolyt varázsolni az arcukra, hogy megértik azt, hogy van, tehát hogy süt a nap, a felhők fölött süt a nap, tehát hogy ezt a látásmódot át tudjuk nekik adni, ez a mosoly, ez és a nevetés hozzátartozik, és hozzátartozik
a játék is, mert ugye azon keresztül lehet leginkább sokat játszunk velük, akár a társas játékok, fejlesztő játékok, nagy mozgásos játékok, tehát ez mind-mind ezt próbálja, hogy egy ilyen felszabadult légkörben tudjanak lenni. T-A-N-O, O az odafigyelést jelenti nálunk, próbálunk minden gyerekre külön-külön odafigyelni. Akinek nagyobb szüksége van mentort találni mellé, aki külön is az ő két szép személyéről jön be a tanodába. Nagy szerelmek és nagy sikertörténeteink vannak, ha bár mondtam, hogy nem egy sikerágazat egyébként a tanoda, és nincsenek is illúzióink, tehát nem lesznek nekünk olyan nagy eredményeink, de az, hogyha egy nyugdíjas tanítónéni elvállal egy kis elsős cigány gyereket, hogy egész nyáron bejár, hogy gyakoroljanak vele az, amit nem sikerült megtanulni tanév közben, és utána újra kezdve az első osztályt, az osztály első tanulójává válik ez a kislány, és azt mondja itt utána, hogy mi szeretne lenni, a nagy lesz, ő olyan tanítónéni szeretne lenni, mint az ő mentora. Tehát ezek olyan történetek, amik azt gondolom, hogy sikermorzsák, mert mi csak ilyen morzsáknak nevezzük őket, de mégis nagyon sokat jelentenek számunkra. Tehát odafigyelni a gyerekeinkre, odafigyelni egymásra, a szolgálók, a kollégák, odafigyelni a családokra, és ez csak úgy lehet, hogyha az Úristenre figyelünk oda, mert ő is odafigyel ránk. És elsősorban ő itt a fő szervező, mi csak próbálunk asszisztálni itt neki. És akkor jön a D. A D a döntést jelenti. Ezzel a gyerekeinket folyamatosan erre biztatjuk, hogy döntsenek, tehát mindig van választási lehetőség. Nem kell nekik a negatív minták után menni, lehet nekik mást választani, tehát mindig van döntési helyzet, és erre próbáljuk őket is ránevelni már a kezdettől fogva, hogy ő dönti el, hogy ő akkor tanodás lesz, és akkor onnantól kezdve viszont ennek vannak feltételei, vannak olyan dolgok, amikbe bizony sokszor nemet kell aztán mondani dolgokra, és vannak olyan dolgok, amikre meg igent. És én azt gondolom, hogy ez a felelősség az, ami őket többé teszi utána az életben is majd. És az utolsó betű az az A, az az ajándékot jelenti nálunk. A Biblia szóhasználatával ugye ez az áldás, az Isten ajándéka. És mindig kapnak itt a gyerekek sok mindent. Nem csak ölelést, meg jó szót, meg tanítást, meg korepetálást, meg néha egy kis élelmiszercsomagot, hogyha sikerül. Az igazi ajándék az maguk a gyerekek, és maguk, felfedezzük bennük azt, ahogy Isten látja őket, amilyen hatalmas csodák ők is, és megtanítani őket arra, hogy milyen értékesek, mert gyakran ezt ők egyáltalán nem tudják. És csak rosszat tudnak magukról mondani. Tehát ha ebből ki tudjuk őket mozdítani, akkor indulhatnak el azon az úton, hogyha elmerik hinni magukról, hogy ők tényleg áldások, akkor indulnak el az áldás útján, és tényleg azzá is fognak tudni válni áldássá.